A mostani kutyatartás szerint, ami egy ilyen városi kutyatartás, a kutyákat már nem elsősorban házőrzőként tartjuk, vagyis egyre többen nem elsősorban házőrzőként tartjuk, hanem családtagként tartjuk, és társállatként tartjuk. És mint ilyen, az ő igényeit is tiszteletben kell tartanunk. A kutyusnak a szociális, mentális és fizikális igényei is vannak, amit egy jó gazdának ki kell elégítenie, vagyis gondoskodnia kell a megfelelő táplálékról és a megfelelő mozgásról. A megfelelő mozgás a lakásban nehezen érhető el, de még a kertben is. A mentális igények kielégítéséhez tartozik az is, hogy a kiskutya úgy ingerekkel találkozzon, hogy megsétáltassuk, hogy szimatolhasson, hogy felfedezhesse a világot. Ezért aztán nagyon fontos, hogy még a kertben tartott kutyákat is vigyük el sétálni. Illetve a szociális igénynek a kielégítéséhez tartozik nem csak az, hogy a fajtársaival találkozzon és más kutyusokkal tudjon játszani, de az is, hogy az emberekkel, a gazdájával találkozzon, hiszen a kutyát erre találták ki, hogy az embernek dolgozzon, az emberrel együtt működjön, a kutya ezt igényli. Hogyha a kiskutyámat egész nap a kertben tartom, amikor elmegyek dolgozni, oda szólok neki, hogy szervusz kiskutyám, amikor haza jövök, megetetem, majd bemegyek, és ő nem lát többet engem egész nap, az annak a kutyának nem egy kielégítő élet. A kutyának igénye van arra, hogy az emberrel együtt dolgozhasson, együtt legyen és együtt játszhasson.